Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 18. szemeszterének 7. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 18. szemeszterében összesen 13 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetik fel kérdéseiket az előadónak. Mai előadónk Tarkó Klára Orosházán született 1972-ben. Általános iskolai tanulmányait Mezőhegyesen, középiskolai tanulmányait Makón végezte. 1995-ben szerzett diplomát a Szegedi József Attila Tudományegyetem fizika-angol középiskolai tanári szakán. 1995 és 98 között a JATE-BTK neveléstudományi tanszékének doktori iskolájában volt ösztöndíjas hallgató. 2000-ben védte meg angol nyelven írt PhD dolgozatát. 2007-ben vette át az ELTÉ-n szociológusi diplomáját. 2014-ben habilitált az STEBTK neveléstudományi doktori iskolájában. 1999-ben tanársegédként kezdte meg munkáját a Juhász Gyula Pedagógus Képzőkar Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézetében, ahol jelenleg főiskolai tanárként 2016. szeptember 1-től megbízott intézetvezetői pozícióban, valamint az egészségszociológia és egészségpedagógia tanszék vezetőjeként végzi oktató, kutató, kurrikulum és tananyagfejlesztő munkáját. A Kar Külügyi Bizottságának tagjaként, majd az Oktatási és Akkreditációs Bizottság tagjaként aktív részt vállal a kar munkájában. 2013 óta pedig a kar oktatási dékán helyettese. Az egészségfejlesztő kisebbségkoordinátor szakirányú továbbképzési szak és az egészségfejlesztő kisebbségkoordinátor pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak szakfelelőse, valamint a kisebbség egészségkoordinátor alapképzési specializáció felelőse. Témavezető az STEBTK neveléstudományi doktori iskolájában. Számos tudományos társaság tagja. 2014 óta a Nemzetközi Szociológiai Társaság aktív szabadidőeltöltés szociológiája kutatócsoportjának általános elnök helyettese. A Szegedi Egészségfejlesztő Műhely aktív kutatója számos hazai és nemzetközi pályázat során látott el projektkoordinátori teendőket. Főkutatási területe a kisebbségek egészségesélyei, valamint az egészséges életmód. Felkérem Tarkó Klára professzorasszonyt, tartsa meg előadását. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 18. szemeszter szabad egyetemi előadásainak tematikája nők a tudományban. Önök számos, kiváló női kutató előadását hallották már eddig a fél év során, és utánam is ilyen kiváló kutatónők fognak következni. A dián látható címet olvasva felmerülhet önökben, mit is keresek én itt egy ilyen előadással, amiben azt szeretném bebizonyítani, hogy hát nem is olyan jó a nők helyzete a mai magyar társadalomban. Egy kicsit igazuk van. Önök a pozitív példákat látták eddig, én viszont arra teszek kísérletet, hogy példákon és kutatásokon keresztül felvillantsam önöknek, hogy mekkora volt az a társadalmi ellenszél, amelyben ezeknek a kutatónőknek meg kellett küzdeniük többszörös energiabefektetéssel, azért, hogy ma a Szegedi Tudományegyetem kiváló kutatói, professzorai, oktatói lehessenek. Kezdjük azzal, hogy mit értünk kisebbségen. Ez egy nagyon félrevezető szó lehet, hiszen amikor a hallgatóknak is fölteszem ezt a kérdést, hogy vajon mit jelent a kisebbség fogalma, mindenki először azzal jön, hogy hát valamilyen számszerűen kevesebb főt tartalmazó csoport. Hát van ilyen is. Ha például a nemzeti kisebbségekről beszélünk, akkor az egyes csoportok számszerint kevesebben vannak, mint a magyar többség. Azonban rögtön hozom az ellenpéldát, hogy na és mi van a nőkkel? A nők, mint látják az adatokon is, többen vannak, mint a férfiak a magyar társadalomban és a legtöbb országban ez a helyzet.
akkor mégis mi teszi ezt a csoportot kisebbségé, társadalmi kisebbségé? Ott van a különbség, hogy a kisebbségek a többséghez képest hatalmi, gazdasági, kulturális, érdekérvényesítési és minden egyéb kapcsolódó tekintetben alárendelt, függő helyzetet képviselnek. Előadásomban ezeket a tényezőket fogom végigvezetni, egy-egy példával rávilágítva, hogy hogyan jelentkeznek ezek a mindennapokban, hogyan jelentkeznek a statisztikában, és hogyan éljük meg ezeket a jelenségeket. Nem fogok a teljességre törekedni, hiszen akkor az egész szemeszter nem lenne elég minden ténynek a bemutatására, de mégis remélem, hogy egy képet kapnak arról, hogy mi minden vár egy nőre, hogyha érvényesülni kíván a társadalomban. Hát most mondhatnák, hogy tanárnő, ugyan már ne kezdjük már Ádámtól, Évától ezt a történetet, mégis úgy gondolom, hogy ott kell kezdenünk, hiszen vannak olyan vallási és kulturális mitoszok, amelyek erőteljesen meghatározzák vélekedésünket. Ilyen Ádám és Éva története is. Ugye Ádám és Éva az első emberpár, eleve Isten Ádámot teremtette meg először, az oldalboldájából lett Éva, hát már is azt sugallja, hogy a nő nem lehet egyenrangú a férfival, hiszen a férfinak egy részéből teremtetett. Aztán ugyancsak Éva volt az, aki a kígyó által elcsábult, leszakította az almát a tudásfájáról, és Ádámot is rávette, hogy egyenek ebből az almából, és ennek következtében felborult az a harmónia, amelyet Isten teremtett a számukra, kinyílt a szemük, és ugye megajándékozta őket ez az alma a tudással. Cserébe kiűzettek a paradicsomból, és a mai napig ugye az emberiség azt nyögi, hogy milyen büntetést mért rájuk Isten e bűn következtében. Már megint a nő volt a bűnös. Ugye milyen érdekes, hogy vissza lehet vezetni akár ilyen vallási tényekre is, hogy hát valami probléma van a nőkkel, valahogy nem illeti meg őket az egyenlőség a férfiakkal. Na de most már megígérem, hogy nem fogom tematikusan Ádámtól és Évától évről évre bemutatni a vonulatokat, hanem ugorjunk egy nagyot. Menjünk a 18. század, 19. század elejére, a rendi társadalom, a polgári társadalom, illetve a mai társadalmi berendezkedés családjait tekintsük végig. Kezdjük a hagyományos családdal. Olyan tekintetben fogom ezeket a családokat bemutatni, hogy milyen volt a nő helyzete, pozíciója a családon belül. A hagyományos családban, a családon belül a férfi az apa földjén, üzletében, boltjában dolgozott együtt az egész család, mégpedig az életkoroknak és a nemi szerepeknek megfelelő tevékenységeket végeztek. Ebben az esetben az anya és az apa együtt tevékenykedett a család jólétének megteremtéséért, ilyen értelemben a közös gazdasági tevékenységgel azt mondhatjuk, hogy a nő inkább volt partnere a férfinak, mint alárendeltje. De ezzel azért vigyázzunk, csínyán bánjunk, mert itt sem beszélhetünk arról, hogy jogok és kötelezettségek tekintetében a férfi és a nő egyenlő lett volna. Nézzük meg a polgári társadalom családját, a középső képeket. A kiegyezés után indult el Magyarországon a polgárosodás, jelentek meg az első polgári családok. A polgári család jellemzője a hagyományoshoz képest, hogy itt már szétválik az otthon és a munkahely, megjelenik az intim szféra. És ennek következtében a nő az intim szféra felkent papjává válik. Innentől kezdve a nő feladata az, hogy megteremtse a családi harmóniát, a békét, a biztonságot, hogy mindig legyen a férje előtt az asztalon vacsora, ebéd, tisztaság legyen, a gyerekek neveléséért ő volt a felelős. A férfi pedig a kapcsolatot tartja a külvilággal, ő az, aki eltartja a családot, aki vállalja mindazt a veszélyt, amit a külvilág jelent. Hiszen minden szintéren, akár életmóddal kapcsolatos magazinokban, vagy a hétköznapi beszéd szintjén is, mindig azt súlykolták a nőkbe, hogy ne akarjatok kilépni az intim szféra biztonságából, mert nem jó ez nektek.
sokkal többet és sokkal értékesebbet tudtok elvégezni, hogyha a családért, a családon belül teszitek meg mindazt, amit megtudtok. Már a nevelés is arra korlátozódott, hogy a felsőbb osztályokban a lányokat arra nevelték, hogy legyenek szépek, szófogadóak, jómodorúak, a kellem tanát tanulták meg, az alsó társadalmi rétegekben pedig konkrétan az egyes házi munkákra, az egyes háztartási teendőkre, gyermekneveléssel kapcsolatos teendőkre nevelték a leányokat. Tehát ez volt az az időszak, amikor létrejött az a fogalom, hogy kereső férj és eltartott feleség. Maga a háztartási, illetve a háztartásban végzett munka természetesen ugyancsak társadalmi rétegenként különféle volt. Míg a felsőbb társadalmi rétegekben a háztartás vezetése azt jelentette, hogy a háziasszony megbeszélte mondjuk a francia szakáccsal, hogy mi legyen az aznapi menü, úgy a középrétegekben már részt vettek a munkában, természetesen azért a cseléd ott volt segítőnek, és az alsó társadalmi osztályokban pedig nem volt ritka az, hogy mindketten kereső tevékenységet is folytattak, dolgoztak, illetve emellett a feleség még kivette a részét a háztartásból. Nagyobb változást eredményezett 1950-es évek után, amikor a nők tömeges munkába állása elkezdődött. Ekkor főként olyan munkalehetőségek nyíltak meg a nők előtt, amelyek korábban a családon belüli feladatokat jelentették. Míg a hagyományos családban, a családon belül történt a betegek ápolása, az idősek gondozása, a család lelki egészségének védelme, a gyermek nevelése, oktatása, addig ez folyamatosan különböző intézményekhez került. És a mai korunkban olyan széles intézményhálózat alakult már ki, ami az egészségügyel, a szociális gondoskodással, az oktatással, a neveléssel foglalkozik, hogy ezek azok a fő szektorok, amelyek felszívják a női munkaerőt. Tehát a nők tömeges munkába állásának az lett a következménye, hogy átrendeződtek a családi viszonyok. Kétkeresős családmodell alakult ki. A nő ilyen szempontból függetlenedhet a férfitől, és már nincs szükség arra, hogy a házasság úgymond érdekből azért tartasson össze, mert kell, aki eltartsa a nőt. Tehát ez a fajta változás azt is eredményezte, hogy a felbontott házasságoknak az aránya igencsak megnőtt. És mind-mind, ami történik velünk a felnövekedéstől kezdve életünk során, arra készít fel bennünket, hogy ezeket a társadalmi szerepeinket ellássuk. Hiába jeleztem, hogy a mai modern korban a kétkeresős családmodellnek változásokat kellene hoznia a nők és a férfiak viszonyában, valahol a gondolkodás megmaradt a polgári család szintjén. Vagyis még mindig a közvélekedésben azt mondjuk, hogy a férfi a családfenntartó, a nőnek a feladata pedig az, hogy a gyermeket ellássa és gondoskodjon az otthon melegéről. Hogyan történik a mindezekre való szocializációnk? Eleve meghatározott, hogy hogyan kell viselkednie egy fiúnak, és hogyan kell viselkednie egy lánynak. Egy fiú ugye nem sír, egy fiú bátor, egy lány nem verekszik, egy lány szép, egy lány mindig szófogadó. Vagy a játékokon keresztül, amiket játszunk. A fiúk főleg kreativitás serkentő játékokat kapnak, illetve a szereléssel, a robotokkal, a harccal kapcsolatos, a kis autókat kapják, míg a lányok olyan játékokat kapnak, amelyekkel felkészülhetnek a családi, nemi alapú szerepeikre, mégpedig főzőcskéznek, babáznak, takarítószetteket kapnak, tehát már ezeken keresztül is felkészítjük őket a mindennapokra. Már az óvodások is kimutathatóan nagyon erősen el tudják különíteni, hogy melyek a férfias és melyek a nőies tárgyak. Egy kísérletben óvodásoknak különböző tárgyakat mutattak, és egyértelműen a söprűt, a lapátot, a tisztítószereket a nőkhöz rendelték, a szöget, a kalapácsot, az autót pedig a férfihoz, sőt az óvodások több mint 50%-a még a folyóiratot is a férfihoz rendelte. És ugye a családon kívül minden olyan szocializációs szintéren, amelyen részt veszünk, tovább folyik ez a nevelésünk. Az iskolában a tanárok másként bánnak a fiúkkal és másként a lányokkal. És ezt valószínűleg nem is tudatosan teszik, de olyan mélyen gyökerező ez a megkülönböztetés, hogy valahogy mindig megjelenik az iskolában.
A fiúk, ha dicséretet kapnak, akkor a dicséret az a tudásért jár. A lányok, ha dicséretet kapnak, az a jó magaviseletért jár. Fiúk büntetést a rossz magaviseletért kapnak, a lányok büntetést a nem tudásért kapnak. Tehát eleve megvan ez a különbség. A fiúknak sokkal nagyobb kompetenciákat tulajdonítanak a tanárok mindmáig a műszaki és a természettudományos tárgyak körében, míg a lányoknak inkább a humán és a bölcsészettudományok körében. Számomra például öröklecke volt, amikor a záró tanításomat végeztem, mint ahogy hallották az ismertetőben, fizika szakon végeztem első diplomám. És a Nagyságvári gimnáziumban végeztem a záró tanításomat egy fizika tagozatos osztályban. Úgy éreztem, minden rendben ment, utána a záró tanítás után a vizsgáztatók odahívtak és megkérdezték. Ön miért mindig a fiúkat szólította fel, pedig a lányok is jelentkeztek? Önkéntelenül azt feltételeztem ebben a tagozatos osztályban, ahol mindenki egytől együtt kiváló volt, hogy azzal lesz az én órám sikeresebb, ha a fiúkat kérdezem, hiszen fizikából csak ők adhatnak jó választ. Ez egy életre szóló lecke volt. A Szegedi Egészségfejlesztő Kutatóműhely dr. Habil Benkő Zsuzsanna szociológus asszony vezetésével, dr. Erdei Katalin klinikai szakpszichológus, illetve dr. Lipai László csoportvezető szakpszichológus, valamint jó magam erős közreműködésével több vizsgálatot is végzett, amelyben a nemi szerepekre, illetve a nemekkel kapcsolatos különbségekre világítottunk rá. A jelen vizsgálat, amelyet itt most látnak, a Hagyomány és modernitás a visegrádi családok életmódjában címet viselte. 2004 és 2007 között végeztük a 4 visegrádi országban. Jelen esetben most a magyar kutatási eredményeket szeretném megmutatni, mégpedig a nemi szerepek vonatkozásában. Megkérdeztük a válaszadókat, hogy a családban a felsorolt tevékenységeket kik végzik. És mint látják, nagyon erőteljesen visszakaptuk azokat a sztereotíp szerepmegosztásokat, amelyek hagyományosan jellemzőek. A házon belüli tevékenységeket, mint a mosás, főzés, takarítás, vasalás, mosogatás egyértelműen legnagyobb százalékban a nők feladatkörébe sorolták. Az olyan házon kívüli tevékenységeket, mint a szemétlevitele, vagy ugye a külvilággal való kapcsolattartásban, a hivatalos ügyek intézése, a számlák befizetése, vagy akár a bevásárlás nagyobb mértékben a férfiaknál jelentkezett, mint feladat. A gyermekneveléssel, a gyermekkel való játék, az együtttanulás, a séta, az megint csak a nők feladatkörébe tartozott, míg az olyan speciális tevékenységek, mint a kisebb házkörüli javítások, vagy a fűnyírás megint csak a férfiak nagyobb arányú részvételét jelezte. És hát volt két tevékenység, ahol kiegyenlítettebb volt a munkamegosztás, ez a háziállat gondozás és a kertészkedés. Ezt a fajta gondolatkísérletet minden évben elvégzem a hallgatóimmal, ugyanis amikor a nők, mint kisebbség témához érünk a kisebbségtudományi alapismeretek órán, akkor egy feladattal kezdem. Az a feladatuk, hogy rajzoljanak egy konyhát és rajzoljanak egy műhelyt. Mind a két helyszínen legyen 3-3 ember valamilyen tevékenység közben. És semmi más instrukciót nem kapnak a hallgatók. És nagyon érdekes, hogy milyen rajzok születnek. Hát szerintem előre borítékolhatják a válaszokat egy összesítés után. A konyhában vagy 3 nő tartózkodik, vagy hogyha férfi is tartózkodik, akkor a nő az, aki kiszolgálja a férfit, aki éppen főz, aki éppen valamit tüsténkedik a konyhában, a férfi pedig az, aki az asztalnál ül, újságot olvas, éppen benéz a hűtőbe, vagy eszik. Ha fiúgyermek van ott, akkor az játszik, vagy éppen az édesapával beszélgetnek. A műhely esetében kétféle műhelyt szoktak rajzolni, az egyik egy autószerelő műhely. Hát itt is ugye az autószerelők, akik dolgoznak, mindig férfiak. Ha nő is van a képen, akkor az vagy kliens, vagy takarít, vagy pedig a sört hozza a férfiaknak. Ha varóműhelyt rajzolnak, hát ez szokott lenni még a másik, természetesen a varógépeknél nők ülnek, viszont hogyha egy férfit is rajzolnak a képre, akkor ő lesz a dizájner. Tehát itt már is megjelennek, hogy minél magasabb pozícióról beszélünk, annál inkább a férfi szereplő dominál.
Beszélnünk kell a háztartási munkáról, amely a kívülállók számára láthatatlan munka, nyilván annak, aki végzi, egy nagyon látható és nagyon megterhelő munka. Ha beleszámítanánk a GDP-be, akkor a GDP 30-40%-át adná a háztartáson belül elvégzett munka. Azonban nem számítódik bele, mert a GDP mindig azt veszi figyelembe, amit úgymond pénzben ki lehet fejezni. Hát ezt is ki lehetne fejezni, ha például mindenki takarítónőt fogadna, vagy bejárónőt, vagy házvezetőnőt, vagy szakácsot, vagy úgy rendelnénk étteremből a kaját minden nap. Hát azt hiszem, igen erősen meglátszana a pénztárcánkon, és igen erősen hozzájárulna a GDP-hez is. Ha megnézzük ezeket az adatokat, minden esetben a férfiak és a nők háztartási munkára fordított ideje olyan átlagosan 90-100 perccel több naponta a nők javára. Mikor van idejük a nőknek ezeket a feladatokat elvégezni? Nyilván el kell venni valahonnan ezt a ráfordított időt. És honnan szokták elvenni? Az alvásból, vagy a szabadidő eltöltésből, amikor is mindkét esetben az energiáink visszanyeréséről, a regenerálódásról, a rekreációról lenne szó. Ilyen értelemben, ha megnézzük a következő táblázatot, a negyedik táblázatot, nagyon jól látjuk, hogy mindig negatív irányú az a különbség, ami a férfiak és a nők szabadidőre fordított, szabadidős tevékenységekre fordított ideje között van. Tehát világosan látszik ebből az időmérlegvizsgálatból is, hogy a nők bizony sokkal kevesebb szabadidővel rendelkeznek, mint a férfiak. Ez későbbiekben majd ki is fog derülni, hogy ennek milyen káros hatása van, főként a nők mentális egészségére, erről is fogok mutatni majd kutatási eredményeket. Nézzük meg a kulturális tényezőket. Azt hiszem, az mindenki számára tudott tény, hogy nagyon sokáig a nőket nem engedték iskola közelbe. Először az általános, majd a középfokú oktatásban azért könnyebben beszivárogtak, de az egyetemi oktatásban a meggyökeresedés azért igen hosszú folyamat volt. Vegyünk egy példát, hogy mit gondoltak mondjuk a század előn a művelt nőről. Egy 1907-es parlamenti felszólalásban Kmegy Károly képviselő és közigazgatási jogtanára kifejtette, hogy egy újfajta női szörnyeteg nőtípus megjelenésének lehetünk tanúi. Ezt pedig arra alapozta, hogy 10 évvel azelőtt a jogi egyetemen még 6 női hallgató tanult, és 1907-ben már 200-an iratkoztak be. Tehát tűrhetetlen, hogy ezek a szörnyetegek így elszaporodjanak a felsőoktatásban. Hát volt, aki hangos üdvrivalgással fogadta ezt a megszólalást, de a legtöbbet az ülésen, a legtöbb embert hidegen hagyta, viszont nagyon nagy sajtóvisszhangja lett, és ennek következtében a tanítványai elkezdték összegyűjteni az aforizmáit. Ilyeneket mondott, hogy a házias nő angyal, a művelt nő szörnyeteg. A nő a társadalom szégyene, ha érettségit tesz. A nő vagy legyen anya vagy szerető, de tanár vagy orvos semmi esetre se. Nincs egy picit déjà vu érzésük? Nem hallottak mostanában ilyesmit? Csak nem volt egy Kövér László, aki 2015-ben kijelentette egy nyilvános felszólaláson, hogy szeretnénk, ha lányaink az önmegvalósítás legmagasabb minőségének azt tartanák, ha unokákat szülhetnének nekünk. Tehát úgy tűnik, bár a politikai szinten a nők és a férfiak egyenjogúságának, egyenlő esélyeinek a hangoztatása egyre erősebb, viszont a gyakorlatban ez még mindig nem valósul meg. Azért nézzük meg, hogy hogyan is áll a nők iskolai végzettsége. Tény, hogy ma a nők általános iskolai végzettsége magasabb, valamivel magasabb, mint a férfiaké. Mind a középiskolai, mind pedig az egyetemi főiskolai végzettséget tekintve. Az is igaz azonban, hogy az oktatás nemi alapon szegregált. Mit érthetünk ezen? A lányok az általános iskolából inkább az általános műveltséget adó gimnáziumokban tanulnak tovább, míg a fiúk a szakmatanulás felé orientálódnak. Az egyetemen aztán megint csak szétválnak a nemek, vannak olyan szakok, amelyeken több a fiú, vannak olyanok, amelyeken több a lány. Ezekről is fogok adatokat mutatni. Minden esetre itt is megjelenik, hogy a műszaki, a természettudományos képzésekben
magasabb a fiúk aránya, a bölcsész és társadalomtudományi képzésekben pedig a lányoké. De nem is csoda, hogyha a lányok esetleg nem akarnak, vagy nem mernek természettudományos pályákra menni, hogyha ilyen tankönyvborítókkal találkoznak az általános iskolában, mint az Apácai Csere kiadónak a tankönyvborítója, ami eleve azt sugallja, hogy egy lány megőrül a matematikától, és nem tud teljesíteni, és teljesen kiborítja. A felvi.hu-n megnéztem azokat az adatokat, amelyeket a 2016-os szeptemberben felvett hallgatókról közöltek. Ennek értelmében mintegy 10% ponttal magasabb a felvett nő hallgatóknak az aránya. Ez egy nagyon jó eredmény, hogyha megnézzük. 45 ezer fő nő felvételére került sor, és 35.600 férfi országos szinten. De akkor itt jön a horizontális szegregáció, hogy vannak női szakok, és vannak férfi szakok. Nézzük meg ezeket. Szociális gondozás, oktatás, egészségügy, élettudományok, környezetvédelem. A nők aránya itt magas. Ahogy haladunk, a fizika, védelmi szolgáltatás, építőipar, számítástechnika, mérnöki képzés, egyre kevesebb a nők aránya. És mindez ugye visszahat, vagy tovább gyűrűzik a gazdaságra is, mégpedig a munkaerőpiaci elhelyezkedésre. Kezdve onnantól, hogy a nők foglalkoztatottsága alacsonyabb, mint a férfiaké. Itt is, ha megnézzük ezeket a számadatokat, 2016-ban a nők foglalkoztatottsága 58,8%, míg a férfiaké 71,5%. Tehát messze alul marad a férfiakénak. Ha 2013-as adatokat nézünk és összevetjük a környező országokkal, illetve a nem annyira környező országokkal is, akkor látható, hogy még Romániában is magasabb a nők foglalkoztatottsága, Franciaországban 60, és hát ugye a skandináv országokat sokat emlegetjük e tekintetben, hogy mennyire élen járnak a nők egyenjogúságát érintően. Én 20 évvel ezelőtt voltam Stockholmban egy konferencián, és ott szabadidős programként elmentünk látogatásra a parlamentbe, és ott az idegenvezetőnek az első néhány mondatában már berekerült az a mondat, hogy és nálunk 50%-os a nők parlamenti részvételi aránya. Tehát ők tényleg élen járnak ebben a kérdésben. A következő kérdés, hogy mi van azokkal a nőkkel és férfiakkal, akik ugye foglalkoztatásban állnak, akik állásban vannak. Ott vajon megvan-e az egyenlő esély? Hát nincs. Ha megnézzük ezt a felvi.hu-n közölt adatsort, a friss diplomásokat kérdezték arról önbevallás alapján, hogy mennyi a fizetésük. Mintegy 15 ezer ember válaszolt erre a kérdésre, és ebből csinálták az itt látható statisztikát. Nagyon jól látszik, hogy bármely területet is vesszük, a férfi vonal az mindig hosszabb. 10, 20, 30, 40, 50 ezer forinttal többet keresnek a férfiak ugyanabban az ágazatban. 1970-ben Angliában hoztak egy olyan törvényt, ami kimondta, hogy egyenlő munkáért egyenlő bért kell fizetni. Ezt a törvényt azonban nagyon könnyű volt kijátszani, hiszen innentől kezdve mondjuk a titkári munkát végző nő az titkárnő volt, a titkári munkát végző férfi pedig menedzserasszisztens. És hát ugye a hangzatosabb menedzser, asszisztens, az többet keres, mint a titkárnő. Ennek a kiskapunak a kiküszöbölésére 1975-ben az Európai Közösség az egyenlő bérezés elvét mondta ki, ami viszont úgy szól, hogy bárhogyan is hívják azt a munkakört, ha ugyanolyan munkavégzést, ugyanazon feladatok elvégzését igényli, akkor igenis tessék egyenlő fizetést adni, függetlenül attól, hogy férfi vagy nő látja el ezt a feladatot. Ez az elv a mai napig nem valósult meg. Ha megnézzük az Európai Unió országait, átlagos szinten 17,8%-os a bérszakadék a férfiak és a nők között. És mi áll a bérszakadék hátterében? Egyrészt a közvetlen diszkrimináció, tehát egyértelműen a női munkát alulfizetik, a nő kevesebb pénzt kap, mint a férfi. A másik a nők munkájának alulértékelése.
Sokszor hallunk ilyet, hogy hát egy nő nem alkalmas erre, egy nő nem alkalmas vezetőnek, egy nő ezt nem tudja megcsinálni, egy nő az érzelmeire hallgat, egy nőnek a családjával kell törődnie, egy nő nem lehet elég kompetens ez a feladathoz. Ezek a fajta meggyökeresedett nézetek megint csak hátráltatják a nők érvényesülését. Aztán ott van a munkaerőpiaci szegregáció, amely lehet horizontális és vertikális, ezekre majd mindjárt mutatok példát. Ott vannak a hagyományok és sztereotípiák, amelyek ugye a nők feladata, a család, a gyereknevelés, a háztartási munka, és ne akarjon kenyérkereső, vagy ne talántán a férfiak vezetője lenni. És hát a munka és a magánélet összeegyeztetése is mindig egy olyan probléma, amit fölvetnek. Egy állásinterjúnál, bár ez szabályellenes, vagy törvényellenes, vagy hogy is mondjam, megkérdezni azt, hogy mondjuk van-e gyermeke, vagy mikorra várják a gyermeket, de eleve abból indulnak ki, hogyha van gyermeke, azért nem lesz jó munkaerő, mert az a gyerek úgyis mindig beteg lesz, ha nincs gyereke, azért nem lesz jó munkaerő, mert akkor lesz gyereke, és akkor megint csak el fog menni a munkából, szülési szabadságra, és így tovább, meg aztán a gyerek beteg lesz. Tehát összeegyeztethetetlen a munka és a magánélet. Mit is jelent a horizontális munkaerőpiaci szegregáció? Azt jelenti, hogy a munkaerőpiacon vannak elnőiesedett és elférfiasodott szakmák. Olyan szektorok, amelyek alapvetően a nőket foglalkoztatják, és olyanok, amelyek alapvetően a férfiakat, pont ezen kompetenciabeli feltételezett különbségek alapján, illetve azok a szektorok, illetve azok az intézmények lesznek, amiket korábban már említettem, hogy a család feladatköréből kikerültek, és a nők szerepvállalása erősödött. Ha megnézzük, akkor itt a kereskedelem, főleg a kiskereskedelem, a vendéglátás, a pénzügyi banki tevékenység, nyilván itt a call center-es munkákra gondolhatunk, nem pedig a bankigazgatókra, a tudományos tevékenységben, a társadalombiztosítási tevékenységek, oktatás, szociális ellátás, tehát mindezek a területek, ahol a nők nagyobb dominanciája látható. Azt is megnézhetjük, hogy akár elnőiesedett szakmákról van szó, mondjuk egy pedagógus szakmát. Ha a közoktatás különböző, vagy köznevelés különböző grádicsain végigmegyünk, akkor azt látjuk, hogy az óvodában szinte nőkkel találkozunk, óvodavezető nő, elvétve találunk egy-egy óvóbácsit. Az általános iskolákban már több a férfi tanár, több női vezető is akad. A középiskolákban még több a férfi tanár, még kevesebb női vezető akad, és hogyha megnézzük az egyetemeket, nekem nincs tudomásom arról, hogy Magyarország bármely felsőoktatási intézményének is női rektora lenne. Tehát itt van ez az elnőiesedett szektor, mint az oktatás, és mégis a magas pozíciókban nem találunk nőket a legmagasabb, legkiemelkedő pozíciókban, hanem ott is a férfiak kerülnek pozícióba. Itt ez a kutatási eredmény is azt mutatja, hogy kétszer annyi férfi kerül felső és középszintű vezetői pozícióba, mint nő. Nagy örömmel olvastam a Szabad Egyetem nyitó oldalán az alábbi sorokat. Azt is elárulják a számok, hogy az előző tanév második félévében az STE kutatók 43, az oktatók 44%-a nő, a Szegedi Tudósnők Társaságára csak részben érvényes a kutatónőkkel kapcsolatos legújabb megállapítás, a tudomány legmagasabb szintjein a nők épp úgy alul reprezentáltak, mint a társadalom egyéb területein. Ez nagyon szépen hangzik, de elkapott a szakmai ártalom. Mondom, nézzünk már egy kicsit a számok mögé. 2005 óta fent vannak a szabad egyetemi előadások, előadókkal és tematikákkal az STE honlapján. Készítettem egy pici statisztikát. Az elmúlt években vagy 0, vagy 1, vagy 2, vagy 3 fő volt a 12-13 főből, aki női előadóként adott elő. És hát ugye ez évben 100%-os, hiszen egy pozitív diszkriminációval a nők számára került lehetőség az előadásokra.
Nem akarok igazságtalan lenni, nem tudom, mi áll a háttérben, nem tudom, hogy adtak-e be egyáltalán nők előadásjavaslatokat. Minden esetre érdekes megnézni, hogy hol van az a 44%-nyi kutató nő, mert a szabad egyetemeken nem tart előadást, az biztos. Akkor lehet, hogy már meg is van az indok, hogy miért nem. Azért, mert nem olyan pozícióban van ez a 44% az egyetemen belül, aki vezető, kutató vagy oktató. Itt is csináltam egy picike statisztikát. Ha nagyon-nagyon leegyszerűsítve akarjuk az egyetemi hierarchiát bemutatni, akkor azt lehet mondani, hogy vannak oktató és vannak kutató munkakörök. Az oktató munkakörökben mind a követelményeket, mind a jogokat, kötelezettségeket vagy fizetést, megbecsültséget tekintve felállítható egy kicsi rangsor, legalól a tanárok, akik a gyakorlati oktató, a testnevelő tanár, a lektorok, a nyelvtanárok. Utána jönnek a tanársegédek, adjunktusok, főiskolai docens, egyetemi docens, főiskolai tanár, egyetemi tanár. Tehát ez a hierarchia. A kutatókon belül is van egy ilyen megkülönböztetés, tehát a tudományos segédmunkatárstól egészen a vezető kutatóig. Itt azonban ezt most már nem bontottam, csak nézzük meg az oktatókat. Hát nagyon szépen látszik ez a lépcső, hogy minél följebb haladunk ezen a presztízs skálán, annál kevesebb a kékkel jelzett nők aránya. És akkor érdemes azt is megvizsgálni, hogy karonként hogy alakul ez a dolog. A négy legnagyobb kart vettem figyelembe, és hát mind a négynél az egyetemi tanárok nő aránya a legalacsonyabb, viszont itt is azért látjuk a különbséget. A pedagógus képzés és a bölcsészettudományi képzési területet főleg ötvöző területeken azért az egyetemi tanárok nő tagjai nagyobb arányban vannak jelen, mint mondjuk az orvosképzésben, vagy urambocsá a természettudományi és informatikai karon. A tavalyi évben ért az a szerencse, hogy képviselhettem a karunkat a TTIK újévi egyetemi fogadásán, és hát ott megint csak elkezdtem egy kicsit statisztikázni, összeszámoltam az embereket, 50-en voltak jelen, ebből 8 volt nő, és ebből tudva levőleg körülbelül 4-en voltak oktatói pozícióban, a többiek pedig administratív. Tehát ez is nagyon jól tükrözte, hogy milyen a professzorok aránya, professzorokon belül a férfiak és a nők aránya. És hát az összes többi pozíciónál látható, hogy az orvostudományi karon itt nagyon egyértelműen csökken fölfelé a nők száma, a bölcsészettudományi karon itt ugyancsak. Általában az, ami korábban nem főiskolai kar volt, ott kevesebb a főiskolai docens, illetve a főiskolai tanároknak a létszáma. Ezek az ábrák mind azt mutatják, hogyha van valamennyi, mondjuk egyetemi tanár, a százalékos megoszlásban, hogy néz ki a férfi és nő arány. Tehát itt is érzékelhető az a vertikális és horizontális szegregáció, amely mind az oktatásban, mind a munkaerőpiacon már bemutattam. A következő tényező a politika, illetve az érdekérvényesítés dimenziója. Ha csak Magyarország és környező országait nézzük, hát ugye Szlovákiával együtt mi vagyunk azok, akiknél nincsen női minisztere, és a piros oszlopok pedig azt mutatják, hogy milyen a nők aránya a parlamentben. Hát az nálunk a legkevesebb. Körülbelül 10%-os a nők részvétele a parlamentben. Az ENSZ kimondott egy olyan alapelvet, hogy be kellene vezetni egy 30%-os női kvótát a parlamentekben, hogy ezáltal lehetőséget, esélyeket biztosítsunk a nők számára. Magyarországon is hát két törvényjavaslat és egy népszavazás fulladt kudarcba ezügyben, mert egyszerűen nem látták be az emberek, hogy itt nem arról van szó, hogy azért kell bevezetni a 30%-os női kvótát, mert az érdemeseket érdemtelenekkel akarjuk fölváltani, hanem azért, hogy az érdemesek között mindenkinek legyen esélye a hozzáféréshez. Mikor Obama elnököt megválasztották, utána volt egy amerikai hallgatóm, sokat beszélgettünk, és ezt sem felejtem el sose, amikor ő azt mondta, hogy 60 évet kellett várnunk arra, hogy afroamerikai elnökünk legyen.
Még 60 évet kell majd arra várni, hogy nő legyen az elnök. Na most Hillary Clinton elég közel áll ahhoz, hogy ezt az állítást megcáfolja, és hogyha valóban sikerülne neki elnyerni az elnöki pozíciót, azzal történelmet írna. Ezt a nők, mint elnök és a nők mennyire nagyra hivatottak alapot használta fel a Maggi is az egyik reklámjában, amikor is ugye azt a szlogent mondta, hogy és mi történt volna, hogyha ha a nők nem a konyhában töltötték volna állandóan az összes idejüket. Hát akkor a Rushmore-hegyen nem férfi, hanem női elnökök arcképét látnánk begravírozva. A következő, amit meg kell vizsgálnunk, a kapcsolati tőke. Általában a kapcsolati tőke, az informális kapcsolatok rendszere a nőknél gyengébb, mint a férfiaknál. Ez azért is van, mert a nők nem tulajdonítanak olyan nagy fontosságot, inkább a teljesítményt tartják fontosnak az előrejutásban. Az is igaz, hogy a nőknek kevesebb idejük van az ilyenfajta kapcsolatépítésre, mert míg mondjuk a férfiak munka után beülnek kávézni, vagy uramisten kocsmázni, a nő ezt nem teheti meg, mert szaladni kell haza, szaladni kell a gyerekért, szaladni kell ellátni a családot. Illetve, ha nem is kell, akkor is a férj nagyon rossz szemmel nézni, hogyha ahelyett, hogy hazamegy a kis családjához, elmenne a barátaival beszélgetni. Ilyen alapon nincs lehetőség, nincsenek olyan fórumok, ahol ezek az informális kapcsolatok kialakulhatnának. A másik pedig, hogy az informális kapcsolatoknak az adok-kapok logikája kicsi idegen a nőktől. Valamint nagyon nehéz csereárut fölajánlani. Mivel eleve ugye arról beszéltünk eddig, hogy a nők pozíciója alacsonyabb a férfiakénál, nagyon nehéz olyan csere szívességet felajánlani egy kért szívességért, ami értékes az adott egyén számára. Tehát összefoglalóan a kapcsolati tőke tekintetében a nők még hátrányban vannak. És akkor térjünk rá az egészségességekre. Föltehetjük a kérdést, hogy hát a nők születéskor várható átlagos élettartalma 6 évvel több, mint a férfiaké. Akkor miről beszélünk? Hol itt a gyengébbik nem? Hol vannak itt a hátrányok? Igen ám, de nem mindegy, hogy ezeket az éveket egészségben éljük meg, vagy nem. Nézzük meg, hogy milyen különbségek vannak a férfiak és a nők között. Ha a morbiditási, megbetegedési adatokat tekintjük, akkor sokkal magasabb a nők aránya. Ha a mortalitási, halálozási adatokat tekintjük, akkor viszont a férfiak vezetnek. Orvosszociológiai tény, vagy ilyen állítás, hogy a nők megbetegszenek, a férfiak meghalnak. Ez pedig azt jelenti, hogy a nők inkább fordulnak akár kisebb panaszokkal is orvoshoz, vagy mennek el szűrővizsgálatokra, fontosabb számukra a megelőzés, egészségtudatosabbak, mint a férfiak. A férfi már csak akkor megy el, hogyha viszik. És ez is valahol a szocializációnkban gyökerezik. Vizsgálatok kimutatták, hogy minél hagyományosabb szemléletben nevelték az adott férfit, annál kevésbé vállalta fel ezt az úgymond gyengeséget, hogy ő elmenjen az orvoshoz, vagy éppen kimondja, hogy beteg. Tehát a nemi szerep szocializáció is szerepet játszik abban, hogy milyen az orvoshoz fordulási, illetve a szűrővizsgálatokon való részvételi szokásunk. Az egészségkárosító magatartásformák tekintetében is nagy különbségek vannak. Az alkohol, a drogfogyasztás, a dohányzás mind-mind a férfiak javára billen a mérleg. Vagy a baleseti sérülés, halálozás, ez megint csak a férfiaknál jelentkezik nagyobb arányban. Amiben a nők vezetnek, az a mentális egészséget érintő kérdések, és ez valahol a nőkre háruló nagy terheknek is a következménye. A Szegedi Egészségfejlesztő Műhely 2012-ben végezte első mentális egészség vizsgálatát egy olyan új mérőeszközzel, amelyet a műhely tagjai fejlesztettek ki és validáltak. Ez az új mérőeszköz 3 csoportra osztotta a vizsgált felnőtt lakosságot, több mint 2000 felnőttet vizsgáltunk meg Hódmezővásárhelyen, és a 3 csoport a mentálisan egészséges, sérülékeny és veszélyeztetett volt. Ha megnézzük a nők és a férfiak, valamint az iskolai végzettség bontásában a kapott eredményeket, itt azt látjuk, hogy a mentálisan egészségesek aránya, itt most csak a férfiakról beszélünk, olyan 60%-60% fölötti, tehát azért nem olyan rossz a helyzet, ahol nagyon-nagyon alacsony az a 45-64 éves 8 általánost végzett férfiak, de úgy általában ez a lépcső, ami azt mutatja, hogy minél magasabb az iskolai végzettség, annál
magasabb a mentálisan egészségesek aránya, ez kimutatható. Akkor nézzük meg ezeknek a vonalaknak a hosszát a nők esetében. Szemmel látható, hogy sokkal-sokkal kisebbek, tehát itt ilyen 30-40, maximum 50%-okról beszélünk, ami a nők esetében a mentálisan egészséges kategóriába tartoznak. És itt van egy nagyon érdekes eredmény, amin meglepődött a kutatócsoportunk, mégpedig a 45-64 éves diplomás nők a leginkább veszélyeztetettek a mentális egészség szempontjából. Itt azért döbbentünk meg, mert első feltételezésünkben ugye az eredményekre alapozottan beavatkozási terveket készítettünk, és a mentális egészség javítására szolgáló programokban nagyon nagy szerepet szántunk volna ennek a korosztálynak és ennek a képzettségnek. És hát rájöttünk, hogy hát pont ő nekik van a legnagyobb szükségük arra, hogy ilyen foglalkozásokon vagy ilyen beavatkozásokon részt vegyenek, tehát nem vonhatjuk be őket, mint segítőket. És aztán elkezdtünk gondolkozni, hogy mi lehet az oka ennek az igen nagy tehernek, ami rájuk hárul, és rájöttünk, hogy bizony ez magyarázható, hiszen ez a korosztály az, aki még gondoskodik a gyerekéről, aki már gondoskodik az idős és beteg szüleiről, akinek el kell látnia a saját háztartását, és uram, bocsán, még a napi 8 óráját is le kell dolgozni. Tehát egy nagyon-nagyon sokszoros présben vannak ezek az emberek. Megvizsgáltuk azt is, hogy melyek azok az Aaron Antonovsky kategóriájával általános rezisztencia erőforrásoknak nevezett olyan erőforrások, amelyek segítenek megküzdeni a bennünket érő mindennapi stresszel. Azt tapasztaltuk, hogy a család a nők számára erősebb védő tényező, mint a férfiak számára, ugyanígy a tanulás és munka, valamint a lakókörnyezet a nők számára erősebb védőfaktor, viszont az összesített eredményeket tekintve, bár mind a két fél, a férfiak és a nők is erőforrás tekintetében negatív irányban találhatók, mégis a nők esetében sokkal alacsonyabb ez az érték, tehát jobban mínuszosak e tekintetben. Megnéztük az erőforrásokat is nemek és iskolai végzettség szerint, és megint azt láttuk, hogy a 46-65 éves diplomás nők rendelkeznek a legkevesebb erőforrással. Tehát ne csodálkozzunk, hogy ennyire le vannak rongyolódva mentálisan. A vizsgálatunkat a tavalyi évben a Szegedi Tudományegyetem hallgatóin is megismételtük, több mint 1600 hallgató bevonásával. A teljes hallgatóságra a mentálisan egészségesek 46,8%-nak bizonyultak, sérülékeny 42,1% és veszélyeztetett 11,1%. Csak hogy értsük ezeket a számokat, ha például azt vesszük, hogy a Szegedi Tudományegyetem 20 000 hallgatóval rendelkezik, akkor ebből 2000 fő mentálisan veszélyeztetett, akinek valamilyen beavatkozásra van szüksége. És még rosszabb a helyzet, hogyha ezt férfiak és nők tekintetében nézzük. A nők 40,2%-a volt mentálisan egészséges, míg a férfiaknak 66,2. Tehát igen nagy különbség. A sérülékeny esetében a nők 46%-a sérülékeny, 29%-a a férfiaknak. És a veszélyeztetett kategóriában pedig háromszoros a nők veszélyeztetettsége, mint a férfiaké. Itt is megvizsgáltuk az erőforrásokat, és azt tapasztaltuk, hogy a nőhallgatóknak megint csak a család, itt már a barátok is bejönnek, valamint a környezet az, ami segít a stresszel, mindennapos stresszel való megküzdésben, és itt is összesítve a nők, a női hallgatók kevesebb erőforrással rendelkeznek, mint a fiúk. Felmerül a kérdés, hogyan tovább? Hát inkább azt mondhatnám, hogy nem tudom. Szép elveket lehet mondani, mondhatjuk azt, hogy meg kell valósulnia annak, hogy függetlenül attól, hogy valaki férfi vagy nő, ugyanolyan esélyekkel rendelkezzen bármely pozíció elérésére, bármely pozíció megtartására. Ehhez nagyon nagy szemléletbeli változásra van szükség. Ez a változási folyamat elindult már, de mint ahogy az amerikai hallgatóm is megjegyezte, igen-igen hosszú folyamat az, és igen-igen nagy bizonyítási folyamat, bizonyítási eljárás a nők részéről az, hogy megmutassuk, hogy igenis alkalmasak vagyunk olyan feladatok ellátására, amelyek korábban férfi többségben a férfi többség uralt.
Én nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Köszönjük szépen professzor asszony előadását, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Ambrus Rita, a Szegedi Tudományegyetem gyógyszerésztudományi kar főiskolai tanára tartja meg a Hogyan fejlesszünk biztonságos nanogyógyszereket. Lehetőségek és kihívások a gyógyszer technológiában című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra! Thank you.